Rendőrrohama Deák tér felül az Astoria irányába 2006. október 23-án. A Rebisz bevetési egységei így szorították a Bajcsy-Zsilinszky úton randalírozó tömeget a Fidesz nagygyűléséről távozók közé. Orbán Viktor miniszterelnök 2010. júniusában kérte fel Balsai István volt igazságügyminisztert, hogy derítse fel, kik a 2006 őszi rendőri jogsértések felelősei. A túlkapásokat vizsgáló bizottság 10 000 korabeli rendőrségi dokumentumot vizsgált meg, és arra a következtetésre jutott, hogy az akkori vezetők 2006. szeptember 18-án szándékosan hagyták elfoglalni a Magyar Televízió épületét, amit aztán brutális megtorlás követett. A márciusban elkészült és most nyilvánosságra hozott jelentés a legnagyobb hibának tartja, hogy október 23-án a rendbontókat a Fidesz rendezvény békés résztvevői közé szorították. A Balsai jelentés felveti Gyurcsány Ferenc és több rendőri vezető, például Bene László akkori országos és Gergényi Péter volt budapesti rendőrfőkapitány büntetőjogi felelősségét is. A jelentés szerint a fegyvert is használó rendőrök erőszakos fellépése félelmet keltett a lakosságban, ami kimeríti a terrorcselekmény büntetőjogi tényállását. Véleményünk szerint a bizottság anyagai elegendőek ahhoz, hogy az alapos gyanú megálljon, és Gyurcsány Ferenc és az akkori rendőri vezetők ellen a büntető eljárás megindulhasson. Gyurcsány Ferenc közleményben utasította vissza a jelentés megállapításait. A volt miniszterelnök szerint nem ő követett el bűnt, hanem azok, akik, idézzük, harcra bíztatták a megtéveszthető embereket. A Jobbik szerint a jelentésnek csak akkor van értelme, ha a felelősök elnyerik méltó büntetésüket. Völgyesi Miklós a vendégünk, nyugalmazott tanácsvezető bíró, aki a bizottság munkáját vezette. Jó reggelt kívánok! Köszönöm, jó reggelt kívánok minden kedves nézőjüknek! Miért telt el ez a fél év? Március 15-i keltezésű a jelentés, és szeptember 25-én vasárnap küldte át a miniszterelnök a országgyűlés elnökének. Vagy miért ez a sietség, vagy miért ez a fél év késedelem? Csak találgatásokra tudok szorítkozni, mert e tekintetben Balsai István úr sem tudott semmi közelebbit mondani, és ő most már alkotmánybíró, tehát saját személyében semmiféle ilyen nyilatkozatot egyébként sem tehetne, de ez részünkről egy régóta egy találgatás tárgya, hogy vajon miért húzódott ennyire az ügy. Önök ugye elkészítették március 15-i dátummal. Így igaz. Ez akkor még bizalmas jelentés volt, tehát nyilvánosságra nem kerülhetett? Ez csak a tegnapi naptól publikus, addig ez nem volt nyilvános, hiszen a miniszterelnök úr számára készült, és ő döntött a sorsáról. Ugye ezt mikor és hogyan hozza nyilvánosságra? Szeptember 23-án a parlamentben egy jobbikos képviselő tette fel a kérdést, hogy vajon mikor lesz ez a jelentés nyilvános, majd két nap múlva, Gaudi Nagy Tamás, így van, igen. Majd két nap múlva nyilvános lett, van összefüggés? Feltehetőleg igen, ezt el tudom képzelni, de erről semmi határozottat nem tudok önnek mondani. Ami a sajtó figyelmét ezzel a rövid idő alatt felkeltette leginkább, az a terrorcselekmény kifejezés. Igen. Terrorcselekmény történt, igen. 2006-ban? Igen, sőt azt hiszem annyiban pontosítani is célszerű a jelentésnek ezt a bizonyos római 7-es számozású fejezetét, hogy a megvalósult történeti eseményeket természetesen jogilag minősíteni kellett. Ami alatt azt tessék érteni, hogy a magyar büntetőtörvény könyv és a jogtudomány különböző tantételei alapján meghatároztuk, hogy minek, miképpen kell értékelni a politikai és rendőri vezetőknek azokat a cselekményeit, amik egyáltalán felderíthetők voltak. Talán nagyon röviden annyit, hogy maga a jelentés dokumentumokon alapszik, ezt nagyon erőteljesen szeretném hangsúlyozni. Elsősorban a kormány és az országos rendőrfőkapitányság által rendelkezésünkre bocsájtott iratokon alapszik, amelyek az ORFK központi irattárából lettek a mentesítés feloldása után rendelkezésünkre bocsájtva. Ezeket kellett elsősorban áttanulmányoznunk, és figyelembe vettük azoknak a
politikai és rendőri vezetőknek és ügyészségi vezetőknek a nyilatkozatait, akik az Országgyűlés Emberjogi Bizottsága, a bizottság, ez a Gulyás Gergely által vezetett bizottság előtt a saját elmondásaikon alapszik. Mindezeken túlmenően ügyészségi és bírósági dokumentumok alapján tettünk megállapításokat. Na most ezek után elkövetkezett az a pillanat, hogy ugye vajon itt mi történt. Kérem, a Magyar Büntető Törvénykönyv a terrorcselekményeket 4 különböző formában látja megvalósultnak, ezek közül a második helyen a lakosság megfélemlítésének a tétele áll. Hát itt az a kérdés, hogy ki félemlítette meg a lakosságot? Hát természetesen az a rendőri akció, amely az úgynevezett legitim erőszakot messze meghaladóan... De ki adott erre parancsot? Ez a, nyilvánvalóan ez a fő kérdés. Hát igen. No, minden esetre ugye a jelentésünk abban a tekintetben nem foglalt el álláspontot, mert erre a dokumentumok nem tartalmaznak adatot, hogy Gergényi Péter budapesti rendőrfőkapitány kitől, mikor és mire kapott felhatalmazást. Amin ugye egy jogásznak el kell gondolkodni az, hogy a rendőrség irányítását a magyar alkotmány és a kétharmados rendőrségi törvény előírásai szerint, tehát alkotmányosan és törvényszerűen a miniszterelnök végzi. Ő az, aki irányítja a rendőrséget, és akár egyedi utasítás adására is joga van. A törvényes kapcsolattartásnak azonban az a módja, hogy a szakminiszteren, adott esetben Petrétei miniszter úron, vagy államtitkárán, Kondorosi úron keresztül, és az országos rendőrfőkapitányság vezetője, akkor Bene László úr személyen keresztül volt joga, lehetősége, vagy éppensége, kötelessége. Melyik szál, amelyik kizárható ezekből? Bene Lászlón keresztül adott-e, Gergényin keresztül adott, illetve Petrétein keresztül adott elutasítást a Petrétei és Kondorosi urak a leghatározottabban tagadják, hogy ők bármi módon érintve lennének az ügyben. Bene László nyilatkozott az ügyben? Albizottság előtt tett vallomásukban ezt teljes határozottsággal állítják, de tulajdonképpen Bene úr is ilyen álláspontot foglal el, sőt, Bene úr az a olyan furcsa helyzetbe került, hogy a miniszterelnök átnyúlva a feje fölött közvetlenül instruálta Gergényit, és amikor ezen... Instruálta, vagy pedig információt kért tőle? Hogy pontosan ez a kapcsolattartás, ez hogy zajlott, erről nem tudunk, ezt majd nyilván egy bűnügyi nyomozás keretei között kell majd tisztázni. Minden esetre egy biztos, hogy Gergényi minden felelősséget magára vállal, hát ugye emlékszünk rá kis kék csíkos öltönyébe, kiállt a következő napon a nagy nyilvánosság elé, és azt mondta, hogy mindenért én vagyok felelős. Csak éppenséggel azt nem tudjuk, hogyha se Petrétei, se Kondorosi úr, de még Bene sem működött közre ebben a kapcsolatban, akkor valahol, valaki, valamikor teljes felhatalmazással jogosította fel Gergényit. Na de hát ezt azért tisztázni kell. Szóval itt Bene úr lemondott, mert azt érzékelt, hogy a miniszterelnök átnyúl a feje fölött. Amikor bejelentette a lemondási szándékát, akkor a miniszterelnök erre úgy reagált, hogy ezt vagy tudomásul veszi, vagy veheti a kalapját. Úgy döntött, hogy venné a kalapját, ekkor azonban visszatartotta ennek a szándékának a végrehajtásától. Nézd, egészen biztos, hogy itt egy olyan több láncszemes hiány mutatkozik a tényekbe, hogy Gergényi nem véletlenül tehette, amit tett, ehhez egy magasabb akarat és egy magasabb szándék végrehajtásáról kell, hogy beszéljük. Nagyon röviden, mi történik most? Eljutott az Országgyűlés elnökéhez ez a jelentés, a legfőbb ügyészséghez is eljut, vagy már eljutott, nyomozás indul, mi fog most történni? Egész biztos, legalábbis én is csak a sajtóhírek alapján tudom egyelőre azt mondani, hogy a miniszterelnök úr szándéka az, hogy a parlament illetékes szakbizottságai a jelentés tartalmát vizsgálják meg, és gondolom ezek után döntenek majd arról, hogy átküldhetik, vagy
valamilyen módon mégiscsak a legfőbb ügyész asztalára kerül ez az ügy hivatalosan is, és akkor dönteni kell arról, hogy hogyan tovább. Nyilván itt bűnügyi nyomozás elrendelése válik szükségessé, mert azért itt a legitim erőszakot messze meghaladó olyan történések következtek be, amelyek egész közvetlen közelségről vetítik fel az emberi élet kiótásának a veszélyét. Hát ezek a fejre, nyaki képletekre leadott lövések egész közvetlen emberi élet kiótására alkalmas veszélyt. Várjuk akkor ezek szerint a további fejleményeket. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm, hogy elmondtattam.